A nyári kempingezést 1782-ben Levédiában fedezte fel Kis Dezső. A kempingezésnek két fajtája van. Vad kemping olcsón, szelíd kemping drágán. Külföldön előnyös az idegen nyelv ismerete. A tervezés meghitt pillanataiban az egész család részt vesz, és a végleges helyet együtt döntik el. A Duna a Fekete Erdőben ered, Fekete Tengerbe ömlik, és mi Duna Bogdánynál verünk sátrat. Csak a legszükségesebbeket vigyünk magunkkal. Táska, bográt, sátor, övödöl. Szép kis család vagyunk. Megérkezés után egy szélcsendes helyen állítsuk fel a sátrat, és ezennel kezdetét veszi a kemping. Ez a hely például nagyon jó lesz. Sátor, ez itt, ez a kis lakocskánk. Hopp, hopp, jaj, adj le. Jaj, de jó lett, itt a kis sátorkét. A jó levegőn a torna erősíti az összetartást és a szép érzéket. Ebédre montage le bourbonnaire lesz, magyarul fellebencs leves daragyuluskával. Ez lesz a finom. Apuka pihen, de őrző védőszeme a kislányon, aki a vízben úszik. A horgászat a legszórakoztatóbb dolog, melynek két fajtáját ismerjük. Horgászat engedéllyel, és horgászat engedély nélkül. A dinnye üdítő és méretétől függően tisztítja a hallást is. A kempingezők legnagyobb ellensége a szúnyog. Védekezhetünk légcsapóval, spréjekkel, de legjobban az bosszantja őket, ha tudomást se veszünk róluk. Kiszúrok le. Figyeled? Hát nem érdekel. Este felé legpraktikusabb, a tüzet rakunk, mert a füstje elkergeti a szúnyogokat, és elkészül közben a vacsoránk. Hova tartod a tűzbet? Benne van, elég az egész szalonád. Mit csinálsz? Forgasd már. Egy jól kiválasztott jelszóval kivéthetjük az illetéktelenek sátorba jutását. Húzd össze magad, gyerünk befelé. Úgyni. Lefekvés előtt kapcsoljuk le a napot. Köszönöm figyelmüket, a viszontlátásra!